Ismét remekeltek a Nyíregyházi Sportcentrum sportolói, a közelmúltban Kecskemétről tértek haza az ifjú úszók, összesen 14 érmet szereztek. 6 arany, 5 ezüst és 3 bronzéremmel tértek haza az országos gyermekbajnokságról. A 4 napos úszóviadalon a képzeletbeli korona cserfalvi Olaf fejére kerülhetett fel, hiszen a Nyíregyházi Sportcentrum úszója 5-ször is a dobogó tetejére állhatott. 100 és 200 pillangó mellett 200 és 400 vegyesen, valamint 200 háton is a legjobb lett. Az 5 arany mellett 400 gyorson pedig ezüstérmet szerzett. A fiúk mezőnyében Kovács Péter 1500 gyorson egészen az első helyre úszta be magát, aki a legfényesebb érem mellé még 2 bronzérmet is begyűjtött 400 és 200 gyorson. Lengyel Áron 100 és 200 pillangón remekelt, mindkét versenyszámban ezüstérmes lett. A szintén az erősebbik nemet képviselő Tajti Milánnak a 400 vegyes sikerült a legjobban, ezüstéremmel zárta a gyermekbajnokságot. A lányoknál Barna Bianca 200 mellen hatalmas hajrában 3.-ként ért a célba. A 14. érmet egy ezüstöt a 4x200 méter fiú gyorsúszó váltóknak köszönhetjük. Kovács Péter, Lengyel Áron, Szakács Adorján és Cserfalvi Olaf versenyzett. Ezzel a Nyíregyházi Sportcentrum az országos gyermekbajnokságon az érem és a ponttáblázatban is az első helyen végzett. Az egyesületi csapatversenyben pedig egyedül az Egri Úszóklubnak sikerült megelőzni a Szabolcsi megyeszék helyett.